Interaktív önismereti tréningen is részt vehettek az érdeklődő nők a Józsa András Múzeumban múlt szombaton. A múzeumok éjszakája azonban nem csak a nőknek szólt, hanem mindenkinek, de elsődlegesen a nőkről, mondta a rendezvény megnyitóján a múzeum igazgatója. Rémies Tibor hozzátette, 5 különleges tárlattal készültek a múzeumok éjszakájára. Az első ilyen kiállítás a Kálai család nő tagjairól szól. Tudjuk ugye, hogy a Kálai gyűjtemény ide tartozik a múzeumhoz, és abból válogattunk, hogy milyen híres nőtagok voltak a Kálai családban. Aztán Csókolj meg édes, ez egy első világháború körüli témát dolgozt fel, hogy 100 évvel ezelőtt hogy viszonyultak az emberek a nőkhöz, hogyan éltek a nők, de egészen bátran még a bordélyházak életébe is betekintést tudunk nyújtani. Ez egy 18 karikás kiállítás, csak felnőttek látogathatják. A Hadron Művészeti Egyesület női alkotói nőkről szóló alkotásait mutatták be. Különböző technikákat felvonultatva egyedi hangvétellel tárták a néző elé a szerteágazó női szerepeket, élethelyzeteket. Egy másik kiállító teremben pedig képregényhősökkel találkozhatott a nagy érdemű. Voltak legókockákból kirakott képek, de falra is festettek az alkotók, így visszaköszönt többek között Batman és Superman is. Van az amerikai képregényeknek a világa, ez a szuperhősök, amiből most a hollywoodi filmvilág nagyon jól rámozdult, és rájöttek arra, hogy ebbe a digitális korszakba hihetetlenül meg lehet mozgatni ezeket a rajzolt hősöket. Tehát most már nem tudjuk megmondani azt, hogy meddig van valóságos szereplő, mikortól van animáció, mikortól van digitális technika. A másik változat pedig az európai képregény művészet, ami inkább a művészet felé, az egyediség, az önkifejezés felé, ott inkább albumokba gondolkodnak az amerikaiak, ilyen hétről hétre megjelenő füzetsorozatokat adnak ki, az európaiak viszont évente egy-két alkalommal komoly keménytáblás albumokat készítenek. A kulturális rendezvényen a Wonder Woman képregényeket rajzoló Tondora Judit is részt vett, aki megmutatta alkotásait és mesélt munkájáról. A forgatókönyv alapján én elkészítem a vázlatrajzokat, hogy mit hová fogunk elhelyezni egy-egy adott oldalon. Utána egyeztetünk szerkesztővel, íróval, hogy megfelele nekik. Utána én elkészítem a ceruzarajzokat, hogyha éppen olyan projektről van szó, hogy ki is kell húzni, akkor vagy én kihúzom, vagy egy kihúzó dolgozik rajta, tehát aki kihúzza tussal, vagy digitálisan, mert most már ugye olyan is rendelkezésre áll, olyan lehetőség, illetve egy színező és egy beíró, egy letterer fejezi be magát a kész művet, és utána még egy szerkesztő még átfut rajta, és összeszerkeszti, hogy egyáltalán kiadható formátumba kerüljön a képregény. A kulturális zenés programok többsége a szabadtéri színpadon volt, ahol többek között a Hot Jazz Band is fellépett.